Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Az ő gondolatát középen látjuk itt felül és alul. Ez a hölgy a képen téged szimbolizál, és valaki vitázik veled, valaki fájdalmat okoz számodra. Ő eltöpreng ezen, hogy miért bántanak téged. Lehet, hogy ő tudja ezt, de te nem vagy ennek tudatában. És az a fontos, hogy nézz bele a tükörbe, vedd észre, ki bánt téged, és miért van ez így. Itt a képen egy férfi látható, de a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése, és előfordulhat, hogy itt egy hölgyről van szó. Figyelj oda ezekre a dolgokra. Lehet, hogy te nem is veszed észre, de mivel ez megjelenik az ő gondolatában, ő tud erről, és szeretné azt, ha te is látnád ezt a helyzetet. Lehet, hogy van egy barátnőd, aki kedves ugyan hozzád, de nem jó szándékokkal közeledik, és ő azt szeretné, vagy felhívja a figyelmedet arra, hogy vedd észre ezeket a dolgokat. De nem kell vitázni, hanem elkerülni ezeket az eseményeket. Hogyan érzi magát, az itt látható. Itt ez a szikla jelenti az akadályokat. Ezek lehetnek félelmek, de lehet ez a helyzet is, hogy ő érzi, hogy nálad vannak ezek a problémák, és szeretné azt, ha elgörgetnéd ezt a sziklát az utadból, hogy vedd észre, hogy valaki nehézséget okoz számodra, vagy meg akar bántani téged. Ő majd közeledik hozzád, itt látható a tűz eleme, tehát itt lesz majd lelkesedés, lesznek szenvedélyek, és itt a csillagok szerencsét hoznak, meg jelentik a bizalmat is, hogy legyen meg a hited, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. És mit fog tenni az itt látható? A sors kereke jelenti a sors döntő változásokat, vagy döntéseket. Te útban vagy hozzá, vagy fordítva van így, hogy ő van útban hozzád. Lesz egy új kezdet, lesz egy látogatás. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, a hídon jelensz meg. Benne vagy egy átmeneti időszakban, amikor az egyik partot lezártad, a múltat, vagy bizonyos kapcsolatokat, vagy itt ezeket a nehézségeket, és mész egy új irányba, az új part, ahova oda érkezel, még ugyan nem látható, de az irány az a fontos. És itt van ez a sors kereke, hogy egy új irányba fordul. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Valaki gondol rád a múltból, lehet, hogy lesz közeledés, vannak itt szép emlékek, sőt, vannak szép gyermekkori emlékek is. Itt látható a kihívások, viták, veszekedések, ez nem miattad, és nem is miatta van így, hanem mások támadnak téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket. Itt vannak ezek az akadályok, de ezt el fogjátok távolítani. Az a fontos, hogy úgy érezd magad, mint egy királynő, és uralkodj az érmék felett.
Ez jelenti az anyagi biztonságot, ez jelenti a sikereket a munkahelyen, de jelenti a belső értékeket is. Ne engedd azt, hogy mások vitatkozzanak veled, vagy bántsanak téged. Itt lesz egy új irány, a nap megvilágítja ezt az irányt, ezt az utat, hamarosan láthatóvá lesz az új part, hogy hova érkezel majd oda. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatotokat illetően. Itt látható az egész világ, ez jelenthet egy boldog időszakot, amikor annyira örülsz mindennek, hogy a legszívesebben átölelnéd az egész világot. Ez a világ jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, vagy jelenti az időt, hiszen itt a sarokban megjelenik a négy elem, a víz eleme, a tűz eleme, a levegő eleme és a föld eleme, és ez szimbolizálja a négy évszakot is, tavasz, nyár, ősz és tél, az egész, az pontosan egy év. Az nem azt jelenti, hogy egy évig kell várni, amíg döntések lesznek, amíg javul a helyzet, hanem egy éven belül nagyon sok minden fog történni, úgy lépésről lépésre. Itt látható az, hogy néha igazságtalanság ért téged, az egyik gazdag, a másik kap ebből valamit, a harmadik nem kap semmit. Ez nem csak az anyagi helyzetet jelenti, hanem az elismeréseket, és az egyik olyan beképzelt, a másik az kap dicséretet, te meg ott vagy, mint egy harmadik személy, és észre sem vesznek téged. Ezek az igazságtalanságok történtek veled, de hagyd el ezt a partot, fordulj el ezektől az eseményektől, ezektől a személyektől. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Ő nagyon visszahúzódó, vagy vár arra, hogy javuljon a helyzet, lesz egy kis csendes időszak, de szüksége van erre a pihenésre. És a te jelenlegi helyzeted? Itt látható, hogy te is befele fordulsz, ugyanúgy, mint ő, lezárod a múltat, ez itt a három kehely, ami már összetörött, ahol a könnyek vannak, elhagyod a könnyek mezejét, elhagyod az egyik partot, jelenleg befele fordulsz, számodra is fontos ez a nyugodt, csendes időszak, és a hátad mögött itt a két kehely jelenti a jövőt, mégpedig a párkapcsolatot, téged és őt, vagy bizonyos kapcsolatokat, vagy szerződéseket. És itt középen van a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt a magyar betűkről, meg a régi írásmódról van szó, az úgynevezett rovás írásról, ami itt középen jelenik meg. Ennek van egy szimbolikus jelentése is. És megnézzük, hogy mit üzen a kártya, mégpedig az A betűről van szó. Ez lehet egy név. Ágnes, Ágota, Ádám, Árpád. Lehet egy fogalom is, például ág, vagy ágy, vagy álom. Hát helység is lehet, de
Most nekem nem jut eszembe egy helység, egy falu vagy egy város A betűvel kapcsolatban. De igen, most eszembe jutott Átány például. És mit jelent számodra az A betű? Ezt természetesen leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És ez volt a felvétel, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!